Yes! Szavasz, Rodol, mindenkit azon a szét a Franklin délután levelem itt a rollót, nem a rollót, mint ezt a függöny, valamit várjál, csak el kell húzni. Ugyanis nemrégén vettem fel, na várjál, jön. Épp, hogy csak elvittem a Lukaszt az iskolába, nem tudom, az éjszaka nem aludtam, meg is jóra aludtam, de nem aludtam, olyan fáradtan ébredtem fel, nem tudom, hogy jött, meg átaludtam az éjszakát, legalábbis azt mondja, átaludtam, és nem emlékszem, hogy felébredtem volna, hívjál egyszer, mikor a Davis felébred. Na mire, amúgy már nem más fogunk csinálni, mint el fogunk menni, és vásárolni fogunk, nem más, mint kamerát, amit a címből most már valószínű, hogy tudtok. Kameravásárlás lesz, ugye múltkor mondtam, hogy megyünk nyaralni, nem olyan túl sokára, még mindig egy jó pár hét van vissza, kb. 4,5-5 hét, ugye? Vagy 4 hét? Nem, 5 hét. És mondtam, hogy le kell cserélni ugye a kamerát, és ez a kamera nem működik a legjobban, sokszor elfelejtik a felvétel, úgyhogy döntöttem, én azt mondom, hogy döntöttem, hogy milyen kamerát fogok vásárolni. Nem egyet, hanem kettőt fogok vásárolni, képzeld el, a mai napon valószínűleg csak egyet fogok vásárolni, hogy melyiket azt még nem tudom. Láttam a GoPro-t. Képzeld el, múltkor eladtam a GoPro-t, ugyanis szeretnék vásárolni egy új GoPro-t, nem másat, mint a 6-osat, vagy az 5-öset. És gondolkoztam, hogy melyiket kellene megvenni, 5-ösön már volt, 6-oson még nem volt, a 6-os úgy jobb, legalábbis sok mindennel többet tud, mint az 5-ös, meg egy picit ugye drágább is. De ezen kívül szeretnék vásárolni egy olyan kamerát is, amivel ugye lehet fényképezni is, tehát olyat, mint ezt hasonló, meg ugye videókat is készíteni, és valószínűleg a Sony-nál fogok maradni, nem tudom, hogy pontosan még melyiknél, elmegyek még egyszer megnézni őket, aztán meglátjuk. És a GoPro azért jó, mert magamra akasztom ide ugye a hátitáskámra, és majd itt megyünk mindenfelé, és mindent tud filmezni egyszerre. A másik pedig közben tudok ugye videót készíteni, fényképezni, tehát ezért gondoltam. Volt ez a pici GoPro-m, ugye volt ez a session, ugye az 5-ös. Nem volt fel semmi gond, azért adtam el, ugyanis hogyha elmegyünk és egész nap ugye járkálunk ide-oda, abba az akkumulátort nem lehet cserélni, ebbe a másik GoPro-ba, ebbe a rendesbe, abba meg ki tudod húzni az akkumulátort, be tudod rúgni az ujjat, és egész nap ugye tudok vele filmezni. De ugye, ugye nem húzom az időt, elmegyünk, vásárolunk valamiféle fajta kamerát, nem tudom, annyi videót nézegettem a YouTube-on, képzeld el, gondolkodtam, hogy melyiket kellene, az 5-öset, a 6-osat, a Sony-t, a 90-eset, az 5000-eset, a nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elmegyek még egyszer, és lesz, ami lesz. De még mielőtt elmegyünk, nem más csinálunk, mint gyorsan eszek egy szendvicset, vagy valamit, ugyanis reggel ettem ilyen kekszet, ugye megebédeltem, megreggeliztem, még álmos vagyok, de ilyenkor ugye szoktam menni valami ilyen szendvicset. Én viszont úgy készen vagy, ugye Nyuszi, készen vagy? Mi csinálsz? Megint legózol? Mi van? Lejött a feje? Állandóan szétszeri, összerakja, feleségem közben prüsszentet, és na, majdnem rájöttem erre valamire, és úgy játszik, leszeri a legomló embernek a kezét, a vállát, a lábát, és összecseréli ugye a Batman-t a Superman-nel, és ilyen érdekes figurák jönnek ki belőle. Na mire? Azt hiszem, hogy nem más leszek, mint magyar szalámit, és magyar szalámit szoktam reggel után reggelizni. Látod? Van ilyen sok szép magyar szalámink. Szépen le van szeletelve, kell hozzá kenyér, meg sajt, átlába sajtot szoktam enni. Na, ez, látod, ez a ilyen opá, kenyeret eszek. Na, már nem tudom kibontani egy kézzel, addig leraklak titeket ide a babnak a tetejére. Mit szóltok hozzá? Nem raklak le, mert nem félsz bele, de belerakjak ebbe, látod? A hotdognak a tetejére, oda ráférsz. Na, ez ilyen izékenyér, ilyen magos kenyér, ugyanis a feleségem most nagyon szereti ezeket a magos kenyereket, mert ez most pont nem magos, de ilyen barnás, tehát nem ez a fehér, én szeretem a fehér kenyeret, de ez ilyen barnás kenyér. Na, egy kézzel nehéz megkamerázni, meg húzogatni, de na menjünk, ezen kívül nem más kell, mint tányér. Itt a szalámi, látni, ilyen szépen le van így szeletelve, ez a magyar szalámi, ez a csípős, én ezt rettentően szeretem. Rárakok, várjál, még egyet. Még ez egy kicsit vastagabb a megszokottnál, ugyanis ennél sokszor vékonyabbra szeletelik. Én szeretem, hogyha ilyen vékonyra van szeletelve. Rárakok ilyen kettőt, meg sajtot. Amit azt mondom, hogy nem eszek sajtot, csak gyorsan megeszem. Így, aztán indulunk! Én olyan izgatott tudok néha lenni, mikor... Nem néha, mikor kamerát vásárolunk, vagy valamit ugye... Én rettentően izgatott vagyok, mert rettentően szeretem a kamerákat, és mindig mondom, hogy rettentően, na minden. Nem tudom. Készen vagyunk, legalábbis majdnem a felesége még mindig kulcsol vagy pakol, vagy valamit csinál. Mit mondasz? Amúgy szép az idő, mutatom. Oda néz, hát egy felhő nincs az égen. Nincs olyan túl-túl hideg most. Olyan 19 fok, 20,
körülbelül, aztán később lesz a 22-23. Aztán amit akartam mondani, képzeld el, már közben megyek, mert itt a feleségem. Indítom az autót, nem tud beülni, mert túl közel álltam itt a kerítéshez. Amúgy hoztam a szemüvegemet, hogy tudjak filmezni majd benne a boltba. Már a picsiba rádiót! Hova megy a kamera? Kérdésre akarok válaszolni, és múltkor valaki kérdezte, hogy nem is egyen, többen is kérdeztétek, gondolom fiatalabb nézőim, hogy miért adom el mindig ugye a csónakhelyet, megveszem a csónakot és adom a csónakot, ugye mi az értelme? Ugye az az értelme, hogy pénzt csinálok rajta, és végül is a kamerát ebből a pénzből veszem meg, ugyanis eladtam kezdve a hajómat, a kis csónakot, eladtam a motort is, úgyhogy most amit csináltam hasznot, ugye abból tudok venni kamerát. Úgyhogy most itt megfordulunk errefelé, és vissza kell, hogy forduljunk, amint elmentek itt az autók. Megérkeztünk! Úgyhogy most felhúzom ezt a másik szemegemet, próbálok filmezni. Ami mutatom, látod, onnét kezdek kicsit felősödni. Azt mondták, lehet, hogy esni fog az első tél után, bár remélem, hogy nem. Úgyhogy megnézzük gyorsan a kamerákat. Még kicsit olyan álmos a szemem. Megnézzük gyorsan a kamerákat, és nem tudom. Ja, lehet, hogy a GoPro-nál döntök ma, hogy azt vesszük meg, bár nem tudom. Megnézzük mindeniket, az a lényeg. Megnézzük a játékokat, hogy is a Davis játékot akar nézni. Ugye, Nyuszi? Alszol? Idefelé majdnem elaludt, képzeld el. Na ugye, úgyhogy megyünk, ja, nem ezt a szemeget, a másik szemegemet húzom. Ebben nincsen kamera. Na gyere te, Nyuszi. Hozzad a Lego figurát? Ja. Ja, oké. Okay. Na várják kezem. Nem, arra megyünk. Kulcs, itt a kulcs. Hátul szállunk, gyere. Jössz, hova mész? Erre jössz, vagy arra mész? Hm? Elmegyünk, eszünk egy ilyen csokis telefont, legalábbis a Davis rettentően szereti. Ugye? Melyiket? Hol a telefon? Ott a csokis telefon, látod? Ezt? Ja. Jó van. Na mi állunk? Jó az a csokis valami? Davis nagyon szereti ezt, valami ilyen M&M-es cukor. Azt utána megyünk megnézni ezt a kamerát, rendben van? Na befejezted, Nyuszi? Nézd, mi van ottan. De csokit lenyelte róla, meg a felét meghagyta. Na minden, mehetünk. Ittunk, ettünk, ugye most ha valahogyunk, bemegyünk az Apple boltba, mit szólsz hozzá? És megnézzük azt a kamerát. Ugyanis az Apple boltban nem csak Apple-t árulnak, hanem árulnak GoPro kamerát is, képzeld el. Megnézzük a GoPro-t itt. Aztán megyünk a másikba, ahol árulnak Sony Vegne filmást. Mit nézünk? Azt akarod a tévét? Vagy az óra? Na, gyorsan nézzük az Apple TV-t. De nem működik, látod, nincs bekötvelt. Hátra vegyük a kamerához, mit szólsz hozzá? Nézzük, hajtják az embereket. Ja. Hozzáérkeztünk, kézzel elvásároltam a kamerát, majd mindjárt meg is mutatom, hogy miért. Csak először gyorsan leszek, mutatom. Látod, ilyen valami, ilyen pizzás valamit. Ez $1.50-be kerül, ilyen bevásárlóba. És gyorsan berakom a mikróba, megmelegítem. Végülis olyan, mint a pizza, csak mégsem olyan, mint a pizza, hanem ilyen... Ilyen. Látod, van mindenféle fajta dolog, de olyan, mint a zsemle lenne. Na ugye, berakjuk egy ilyen 25-30 másodpercre. Aztán... Várj, megnyomjuk. Aztán kivontam a kamerát, és megmutatom, hogy melyiket vettem meg. Az Apple boltba vásároltam meg, ugyanis azért ott vásároltam meg, mert oda, hogy akármi baj van a kamerával, vagy... Várjál, hogy elárultam, hogy hol vásároltam meg, akkor tudjátok, hogy melyiket vettem meg. Na ugye, azért ott vásároltam meg, mert hogyha valami bajod van vele, hogy vissza akarod vinni, akkor kérdés nélkül visszaveszik. Ugye minden boltban visszaveszik, de az Apple boltban rettentő egyszerű. Csak odaadod nekik, aztán kicserélik minden kérdés nélkül. Tehát egyszerűbb, mint akármelyik másik boltban. Azért ott... Na, lejárt ezzel. Azért ott vásároltam meg. Amúgy akkor ezek szerint elárultam nektek, hogy melyiket vettem meg. A GoPro-t vásároltam meg. Vettem hozzá még extra dolgot is, meg is mutatom, hogy micsodát. Csak először megeszem. De azt nem tudjátok, hogy melyik GoPro-t vásároltam meg. Az 5-öset, vagy a 6-osat? Vagy a 4-eset? Na ugye, gyorsan eszek a Davis, hogy most ébredt fel, elaludt az autóba. Csak kiveszem a pénztárcát, várj a zsebemből. Ettem! Amúgy ez nem az ebéd volt, ez ilyen ebéd előtti ilyen valami ebéd. Amúgy mutatom, mit vettem. Ezt a táskát nem vásároltam, ugyanis ez a régi táskám, csak mutatom, hogy miért érdekes. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, vagy nem, lehet, hogy ebben volt egy pár videóban, vagy nem. Ez a régi táskám. Ez pedig az új táskám!
látod, pont ugyanolyan, mint a régi táskám, annyi a különbség, hogy ez vadonatúj, az meg ugye nem. Azért vettem új táskát, még ugye valaki megkérdezi, hogy miért vettél ugyanolyan táskát, mert rettentően szerettem én ezt a táskát. Ez a táskám meg volt körülbelül most már több mint 5 vagy 6 éve, vagy lehet, meg több is. Egy a baja, hogy elkopott, nagyon elkopott, mármint itt a cipzár, látod? Nem lehet rendesen húzogatni, mert mindig beragad, meg ezek a dolgok. Ez a kezedbe marad és letörik sok helyen. Minden fel, na minden. Úgyhogy megtaláltam ezt a táskát, rettentő régóta kerestem ilyen táskát, nem hiszed el, és nem találtam, azt hittem már nem gyártják, és valami oknál fogva megláttam, és ó, te, rettentően megerültem neki. Úgyhogy most mutatom a kamerát, hogy melyiket vásároltam meg, csak lerakom ide ezt, rajt van az állványon, remélem rendesen lehet látni, kicsit beállítjuk, tehát, na, itt találjuk. Tehát nem más vásároltam meg, mint a GoPro-t vásároltam meg, ahogy most már látjátok, és nem a 4-eset, nem az 5-eset, hanem a 6-osat. Azért a 6-osat vásároltam meg, ugyanis ebbe a képstabilizáció jóval jobb, mint az 5-ösbe, tehát lehet vele rohangálni, minden egyes ilyen gimbal, meg minden nélkül, ilyen tartó nélkül, és legalábbis ezt mondják, ilyen videókat látom a YouTube-on, hogy nagyon jó stabilizálja, tehát nem rángatózik a kép. A másik oka meg, ami volt, a színek sokkal szebbek, tehát rendesebben kijönnek. A kék az kékebb, tehát szebb a képnek a minőség, egy újfajta processzor van benne, de mindegy, nyissuk ki és megnézzük, hogy mi van benne, bár szerintem semmi más nincs benne a kamerán, meg a töltő, én azt hiszem, a töltővel most már nem is jön, a régi is jön töltővel, mert USB kábellel jön, amit be kell dugni és azon keresztül lehet tölteni, nagyon jól becsomagolták. Alulról kell kinyitni, nem a tetejére, meg itt tétegettem, mindenféle nem akar rájönni. Kinyitod alul és így simán kihúzod, és kijön vele a kamera is. Amúgy a dobozban semmi más nincs, ezt félretesszük. Jön a kamerával ugye, ami nincs bekapcsolva, azt hittem be van egy ilyen kép van a hátulján. És én ezzel a frame-mel, ezzel a tartóval, vagy hogy mondják a dolgot, amit be ugye le tudod rakni. Ugye a 6-osat le tudod vinni a vízbe, nem kell hozzá semmiféle váz, vagy külön takaró. Annyi, hogy búvárkodni nem tudsz valamik 30 métert, ha jól tudom, ilyen. Ilyen rendes ilyen takaró nélkül ugye. Az a, ami mind a régi GoPro-kon volt, de be tudod vinni aztán majd pár méterig a vízzel át, úgyhogy semmi gond. A mai videóban nem kapcsoljuk be, nem nézzük meg a képet a következő videóban, csak ilyen gondoltam, ilyen kicsomagolós videó, megmutatom nektek, hát ha valakit érdekel. És a holnapi videóban lesz GoPro 6-os teszt, tehát holnapi videó, ezzel fog készülni az egész videó, több mint valószínű, hogy ezt fel kell töltenem, hogy az akkumulátort. A dobozban nem más van, mint ilyen leírás, ami ugye sok mindenre nem jó, ilyen matrica. Ha valaki akar matricázni, még egy kis könyv, mondom, ebbe is több leírás. Aztán ami érdekes dolog van, nem mutatom. Hát nem sok mindent raktak bele, képzeld el. Van benne az akkumulátor. Van benne egy ilyen tapasz, amit lehet tapaszolni akár a fejedre, hogyha oda akarod rakni, vagy a biciklire, vagy a sisakra, hogyha gondolod. Van benne még egy tapasz, meg van benne ez az USB kábel, amivel tudod tölteni, tehát rendes töltő nincs hozzá. Memóriakártyán van, nem mindegy, hogy milyen memóriakártyát használsz, de ezt tapasztalatban mondom, ugyanis ilyen gyors, ami gyorsan tud olvasni, olyan kártya kell hozzá, ugyanis ezek a régebbi fajtákkal nem működik, mert vagy megfagy, vagy hasonló dolgok, tehát hogyha veszel egy ilyen kamerát, egy jobb memóriakártyát kell hozzá venni, ami nekem volt a régiből, azt nem adtam el hozzá, tehát az nekem nem kellett. Aztán, ezen kívül, hogy itt ez a fém, tehát ezt lehet szedni, és vagy ki lehet innét csúsztatni, vagy nem ez a lényeg. Mutatom még, mit vettem hozzá. Bent van a táskám, úgyis oda tették, nem más vásároltam hozzá, mint még egy akkumulátort, meg egy töltőt. Látod? Ez ilyen töltő, meg ilyen akkumulátor, kettő akkumulátort lehet tölteni, és hogyha jól tudom, ez gyors töltő. Várjál, hogy ki kéne ezt is bontani az oldalán, vagy az olyan. Na, sikerült kinyitani, nem tudom, hogy miért ilyen nehéz ezeket kinyitani, gondolom azért, hogy nem tud ellopni, bár biztos benne a sütögő mindegyikbe. Na, ez nem mással jött. Mutatom. Hoppá. Tehát, itt van a töltő, ebbe belemegy egy akkumulátor, meg még egy akkumulátor, amivel ugye jött, ezen kívül pedig van egy ilyen töltő. Ez az USB-s. Tehát ezt vagy bedugod a falba, hogyha van ilyen töltő, mint a telefonnak a töltője, és beledugod azon keresztül töltőt, vagy bedugod a számítógépbe, és kettőt tudsz egyszerre tölteni.
ami rettentő jó, ugyanis mindig baj volt ugye régebben, de nem volt ilyen töltőm, és egyszerre csak egy akkumulátort tudtam tölteni ugye a GoPro-n keresztül, tehát hogy ha megyünk nyaralni, jó lesz, hogy este hazamegyek, mind a kettőt bedugom a számítógépbe vagy a falba, és megy, tehát reggelre föltöltődik. Na, ezen kívül semmi mást nem vásároltam. Ugye, múltkor mondtam, hogy fogok vásárolni még egy kamerát, az ilyen rendes kamerát, valószínűleg a Sony, több minden valószínűleg a Sony-nál fog maradni, mert ugye ajánlatotok nekem nagyon sokféle fajta kamerát, Canon-t is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Valószínűleg a Sony-nál maradok, még mindig nem döntöttem el, hogy az az O5000, vagy 5100, 5000-es kameránál, vagy a HX90V-nél maradok, ugye az a kisebb fajta. Ahogy mondtam, egyikből jobb, a másikból. Valószínű, hogy a következendő 1-2 héten belül ugye el kell, hogy döntsem, hogy melyiknél maradok. Na ugye, ha gondoljátok ide a videó alá, még írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla. Jól döntöttem ezzel a 6-ossal, vagy nem? Ugyanis sok ember reklamált, hogy fagy, nem fagy. Nem tudom, hogyha fagy, akkor visszaviszem. Ahogy mondtam, kicserélem az 5-ösre, de majd meglátjuk. Ugye én ezt a videót azt mondom, hogy most befejezem. Most nem más fog csinálni, gyorsan feltöltem az akkumulátort, és holnap folytatjuk tovább. Ezzel a GoPro-val én nagyon remélem, hogy sokkal-sokkal szebbek lesznek ugye a felvételek, mint a másikon. És hogyha rohangálok fel, ugye sokat fogunk majd sétálni Disneylandben mindenfelé. Rajt lesz itt valahol a vállamon, ott a táskán keresztül. És hogyha megyek, akkor ugye nem fog ugrálni úgy, mint régen. Ugyanis régen, múltkor visszanéztem a videókat, képzeld el, és a régi videókkal, amikor sétáltunk, még az öcsémmel is. Komolyan mondom, rettentően rángatott a kamera. Na minden? Úgyhogy reméljük, hogy most nem fog, úgyhogy mára ennyit mindenkinek, további szép napot, nyomokat, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!